Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Fontos a maszkviselés, a szakértők a járványügyi óvintézkedések betartására buzdítanak. Mátyás Corvinus kollégium Szekszárdon, a cél a legtehetségesebb diákok iskolán kívüli képzése. Múzeumok őszi fesztiválja, színes programkínálattal várják a látogatókat. Városi kitüntető díjakat adtak át Tolnán, Müller Cecíliát is elismerték szülővárosában. Nem kötelező, de kiemelten ajánlott a szakértők szerint a maszkviselés, főleg a zárt terekben. Jakab Ferenc a Pécsi Tudományegyetem professzora, a Szent Ágotai János Kutatóközpont virológiai laboratórium vezetője az interneten közzétett videójában azt mondta, hogy bár jó az átoltottság a lakosság körében, mégis fontos lenne a járványügyi óvintézkedések betartása. Az utcán megkérdezett emberek különböző véleménnyel voltak erről. Ezek a felvételek még tavasszal készültek, ekkor még az utcán is kötelező volt a maszkviselés. A koronavírus járvány harmadik hullámának legyőzése után a kormány könnyített a megszorításokon, és eltörölte azt. Az ősz előre haladtával azonban újra emelkedni kezdett a fertőzöttek és a kórházban kezeltek száma hazánkban. A vírus delta variánsa gyorsabban és agresszívabban terjed. A szakemberek azt javasolják, hogy bár nem kötelező, de kezdjék el újra viselni a lakosok a maszkot. Erre hívta fel a figyelmet Jakab Ferenc is, a Pécsi Tudományegyetem professzora, a Szent Ágotai János Kutatóközpont virológiai laboratórium vezetője. A járványügyi intézkedések betartása, a kézfertőtlenítés, a távolságtartás és természetesen elsősorban a maszk használat rettenetesen fontos lehet a mostani negyedik járványhullám leküzdésében. Ezért szeretnék mindenkit megkérni, hogy saját közössége és diáktársa érdekében viselje maszkot, tartsa be az előírásokat ott, ahol ez szükséges. Megkérdeztük a Tolna megyeieket is, mit gondolnak arról, hogy ám bár nem kötelező, mégis fokozottan ajánlott a maszkviselés. Kiderült, hogy a legtöbben helyeslik és követik a szakemberek által megfogalmazott óvintézkedéseket. Én helyesnek tartom a viselését, egészségügyben feltétlenül, de hogyha romlik a helyzet, akkor helyesnek tartom, mert mi nem csak magunkat védjük, hanem mindenkit. Volt, aki az egészségügyi intézményeken kívül máshol is kötelezővé tenni a viselését. Én azért az áruházaknál is bevezetném. Megmondom őszintén, mert ott sok ember megfordul, és ott az utcán azért nem, ott szabad levegő van. Akadt azonban olyan is Bonyhádon, aki nem támogatja ezt a kezdeményezést, és addig, amíg nem teszik újra kötelezővé, nem is hajlandó felvenni a maszkot. Ez legyen mindenkinek a saját döntése. Aki úgy érzi magát, hogy attól biztonságosabban, húzza föl, de ennyit, nem fűznék hozzá mást. Szekszárdon is többfajta véleménnyel találkoztunk. Pörös Györgyné például kifejezetten maszk ellenesnek vallotta magát. Nekem az a véleményem, hogy azok az emberek, akik nem betegek, tehát nincs semmilyen tünetük, annak teljesen fölösleges maszkot hordani. Aki beteg, illetve aki fél és úgy gondolja, hogy ezzel ő bármit is megelőz, az hordja. Azonban ennek az ellenkezőjével is összefutottunk. Hát én például nem csak amikor szabad volt, vagy úgy kellett, hogy használjuk, de én nyáron is használtam, bementem boltba, bárhova, gyógyszertárba, én mindig fölvettem a maszkot, kivéve az utcán, akkor lehúzom. De én fontosnak tartom, mert azért egy zárt helységbe bemegyünk, ott azért nem tudjuk sohasem, hogy kivel találkozunk, és azért ez a biztonság azért az jó, az kell, hogy legyen. Információink szerint Magyarország kormánya egyelőre nem tervezi, hogy újra kötelezővé teszi a maszkviselést. 265 új megbetegedést igazoltak hétfőn, ezzel a járvány kezdete óta összesen 821.526 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 8 beteg, így az áldozatok száma 30.179 főre emelkedett. 513 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 74-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.881.000-en kaptak. Tolna megyében 2 új fertőzöttet regisztráltak hétfőn, így a járvány kezdete óta összesen 17.918-an kapták el a koronavírust az országnak ezen a részén. Mátyás Corvinus kollégium képzőközpont nyílt Szekszárdon. Az országban egyedülálló tehetséggondozó hálózat általános iskolától egészen az egyetemig nyújt tanórán kívüli kurzusokat a legtehetségesebb diákoknak.
Orbán Balázs miniszterhelyettes, az MCC kuratóriumának elnöke azt mondta, a céljuk, hogy néhány éven belül 10 000 diáknak segítsenek idehaza és a Kárpát-medencében. Összesen 55 diák kezdhette meg szeptemberben az iskolán kívüli tanulmányait a szekszárdi Hunyadi utcában megnyílt Matthias Corvinus kollégium képzőközpontjában. Ők általános és középiskolákba járnak. A kiválasztásukat szakmai testület végezte. Az MCC célja ugyanis, hogy az iskolai rendszer mellett működve a legtehetségesebb diákokból a jövő vezetőit képezzék ki. A gyerekek a hét első 3 napján nyelvórákon vehetnek részt délutánonként, de minden nap a lehetőségük az ismereteik bővítésére. Általában klub délután jellegű foglalkozásokat szoktunk tartani a középiskolásoknak. Ez abból áll, hogy trénerek, előadók, oktatók jönnek az MCC-től, és ők különböző témában tartanak előadást a diákoknak. Az általános iskolások, ők két hetente szombatonként jönnek ide a képzési központba. A képzőközpont átadásán Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy az épülettől néhány száz méterre épp a vendéglátóipari szakközépiskola felújítása zajlik, míg nem messze a tudásközpont épül. Így a Tolnai megyeszékhelyen egy oktatási városnegyed jön majd létre hamarosan. A mellettünk lévő szakképző központ, amit szintén felújítás alatt van, illetve a volt laktanya területén lévő új tudásközpont közvetlen szomszédságában a Matthias Corvinus kollégium. Tehát lehet azt mondani, hogy Szekszárdnak egy új tudáscentruma jött létre, ami infrastruktúrálilag nagyon jó helyen van, és a meglévő tudásnak a szinergiái alapján a jövő lehetősége nem csak Szekszárd, hanem a térségben lévő fiatalok számára. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere azt mondta, hogy a Tolnai megyeszéken évente több mint 120 diák ér el jelentős helyezést országos tanulmányi és sportversenyeken, nekik pedig kiváló lehetőséget nyújt a Matthias Corvinus kollégium. Orbán Balázs, a miniszterelnökség miniszterhelyettese, az MCC kuratóriumának elnöke arról beszélt, a céljuk, hogy néhány éven belül több mint 10 000 diák kerüljön be a programba, és több mint 300 helyszínen legyenek jelen idehaza és a Kárpát-medencében. Ebben a folyamatban pedig kulcsfontosságú szerep jutott Szekszárdnak. Idén szeptembertől Magyarországon 14 helyszínen vagyunk, a legnagyobb egyetemi városokban is megtalálható ott az MCC teljes képzési spektruma, illetőleg a kisebb megyeszékhelyeken is szerettünk volna képzéseket nyitni. A legfontosabb, az egyik legfontosabb számunkra az Szekszárd, mert ugye ez egy kicsi a bors, de erős, tehát ugye a legkisebb megyeszékhelyről beszélünk, viszont egy fontos szellemi központról. A Matthias Corvinus kollégium 25 éve jött létre, az intézményhálózat pedig mostanra az ország legnagyobb tehetséggondozó központja lett. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén 16. alkalommal hirdette meg a Múzeumok őszi fesztiválja című rendezvénysorozatot, melyhez országosan 600 intézmény kapcsolódott. A Tolna megyei létesítmények is számos színes programmal készülnek az október végéig tartó kezdeményezésre. Ódor János, a szekszárdi Vosinszky-Mór megyei múzeum igazgatója úgy nyilatkozott, minden korosztályra gondoltak a programok szervezésekor. A Múzeumok őszi fesztiváljának ideje alatt az ország több száz múzeumában rendeznek programsorozatot. Ehhez csatlakozik a Vosinszky-Mór megyei múzeum is, ahol az állandó kiállítások mellett különleges rendezvényekre is sor kerül. Ilyen lesz például az Utazó Múzeum vagy a Te Kedvelünk sorozat, de ide kapcsolódik majd a Mészői Centenárium kapcsán rendezett múzeumi séták is. A rendezvényekkel azt akarják sugallni, hogy az intézmény és a szakma nem csak az épület falain belül tud érdekeseket mutatni az érdeklődőknek. 600 helyszínen 1200 programot lehet megtalálni az őszifesztivál.hu nevű honlapon, melyen a Szekszárdi Vosinszky-Mór megyei múzeumnak a ideilleszkedő 25 programja is beletartozik, tehát mi is gyarapítjuk ezt a sort, és már a legelejétől a programnak már csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez. Ebben az egy hónapban a múzeum egyfajta ajándékként a Covid védekezésben is sokat tévők számára is kedvezményeket biztosít. Szeretnénk adózni a Covid járványban frontvonalban küzdő részben rendfenntartó, részben egészségügyi dolgozóknak, részben tanároknak is, akik különösen kitettek az elmúlt időszakban maguknak,
tehát őnekik egy-egy ilyen rendhagyó tárlatvezetéses napot kínálunk. A két időszaki kiállításunk, amit az a múzeum főépületében, illetve a megyeházán található, lesz egy-egy finiszázs rendezvény, rendhagyó tárlatvezetéssel szintén. A túrázásokról, kirándulásokról beszéltem, ezek részben csatlakoznak és kapcsolódnak a Mészöly Centenáriumi Emlékév programjaihoz. A szexádi program sor minden korcsoportot és széles érdeklődési kört célzott meg idén, mondta Odor János Gábor igazgató. Akár 50 méter magasról is lenézhettek az érdeklődők Paksre a Múzeumok őszi fesztiváljának keretében rendezett programban, melyben az Atomenergetikai Múzeum a városlakóknak helyben vitte a programokat. Mindenképpen ragaszkodtunk ahhoz, hogy a tudományhoz kötődő programok legyenek, ezért az utazó planetárium települt ki két kupolával. Az egyik sátorban a kisebbeknek szóló előadások zajlanak, és a másikban pedig a felnőtteknek a komolyabb csillagászati témákat is feldolgozó filmek futnak, de egyébként ez csak egy a sok program közül. A kulturális programkavalkádból nem hiányoztak a különleges fizikai kísérletek sem, melyek közelebb hozták a fiatalokat a tudomány világához. Az atomerőmű különleges páncélozott járművébe a nukleáris sugárzás és földrengésbiztos kommandorba is beülhetett bárki. Az interaktív tudáskapszula segítségével pedig kvíz feladatokat kellett megoldaniuk a jelentkezőknek. A legapróbbakat pedig a múzeumi színező hívta a kalandba. Második alkalommal jelent meg Szekszárd új közéleti havilapja, a Szekszárdi Napló. Az ingyenes újság terjesztésével viszont problémák voltak korábban. Az újságot ugyanis a Tolnai megyeszékhely több részére nem vitték ki. A szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársai ezért azt kérik, hogy aki most sem kapta meg a Tolnai megyeszékhely havi közéleti lapját, az jelezze e-mailben a szekszárdi.napló@szekszard.hu címen, vagy személyesen a polgármesteri hivatalban. Tolna városnapján adták át a település kitüntető díjait. Az ünnepi testületi ülést a Tolnai Kulturális Központban rendezték meg. Az eseményen többek között Pro Urbe elismerést kapott Müller Cecília országos tisztifőorvos, aki elmondta nagy megtiszteltetés számára, hogy szülővárosában is elismerik munkásságát. A vérzik, a szíved, s a fájdalmad vagy, csak ember légy mindig. Csak ember marad. Megtartották a városnapját Tolnán. Ünnepi testületi ülés keretein belül adták át a város kitüntető díjait a Tolnai Kulturális Központban. A tavalyi rendezvényt a koronavírus járvány miatt el kellett halasztani, így a 2020-as elismeréseket is az ezévi ünnepségen adták át. A Pesszoffer Ágnes beszédében többek között elmondta, hogy a díjazottak a pandémia idején véghez vitt, vagy az azt megelőzően akár évtizedeket átölelő tevékenységükkel érdemelték ki az elismeréseket. Tavaly májusban még azt gondolhattuk, hogy rövid idő elteltével pótolni tudjuk a díjátadót. Akkor még nem sejthettük, hogy a későbbiekben az addiginál is súlyosabb nehézségek várnak ránk, amelyek szinte az élet minden területén rendkívüli erőfeszítéseket követelnek valamennyiünktől. 2020-ban ketten kapták meg a Tolna városért kitüntető díjat, posztumusz elismerésként Tomecskó Frigyes néhai fényképészmester és Ulrich Hedwig fogorvos, aki egyébként az aranydiplomáját is az idén veheti át. A segítésnek az érzése, meg az, hogy segíthetek, szóval az egy jó leső valami, mert tényleg ez a gyógyítás egy hatalom minden orvos kezében, és tényleg amikor az ember segíthet, akkor azért jó esik. Az idei évben csak a Pro Urbe kitüntetést ítélték oda. A Tolna városért díj 2021. évi kitüntetettje a tolnai származású Müller Cecília, országos tiszti főorvos, aki elmondta nagy megtiszteltetés számára, hogy szülővárosában is elismerik a munkásságát. Az élet az jobbra-balra sodor, de alapvetően meghatározó az, ahonnan indul az ember, és biztosan az utat is meghatározza, és az a környezet, az a szerető fészek, amiben én itt Tolnán voltam, az mindenképpen erőt adott, és egy olyan indítatást az életre, akár elviselni ezeket a nehézségeket is. Hogy én ezért nagyon hálás vagyok, és megtisztelő, és köszönöm szépen. A díjátadó zárásaként a résztvevőket fogadáson látta vendégül Tolna város. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Kiválóságok, idén is kiosztották a Baranya megyei Prima díjakat.
önfelett játék Fokihegyen, családi napot szervezett a Siófoki Egyesület. Rejtőzködő borfalu, Mecsek Nádasdra várták a vendégeket szombaton. Idén Siklóson rendezték meg a Prima díjátadó gálát. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Baranya megyei szervezete három kategóriában választotta ki a legjobbakat, valamint év vállalkozója elismerést is átadtak. Az ünnepséget kulturális műsorral színesítették, de megemlékeztek a szervezet alapítójáról is. Idén 14. alkalommal rendezte meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Baranya megyei szervezete a Baranya megyei Prima díjátadó gálát. Az ünnepségnek ezúttal a siklósi vár adott otthont. A díjazottak mind egyetértenek abban, hogy nagy öröm és megtiszteltetés a cím birtokosának lenni. Bizonyos szempontból meg egy nagy feladat, mert mégiscsak az ember kap egy díjat, akkor utána érzi annak a súlyát, és vállalnia kell a további feladatokat hozzá, úgyhogy számomra ez tényleg egy rendkívüli öröm, és hát meg valami kicsit izgulok is emiatt most. Meg vagyok 65-től. Mindig dolgoztam, mindig az lebegett a szemem előtt, hogy a nézőknek örömet szerezzek, egy katartikus élményt szerezzek. És amikor fölcsattant a taps, az nekem úgy körülbelül elég volt arra, hogy azt mondjam, hogy jó úton vagyok. Az, hogy egy ilyen díjjal megleptek, hát ez nagyon jól esik. A Prima díjak mellett átadták az év vállalkozója elismeréseket is. A cégek közül egy területfejlesztéssel, pályázati tanácsadással, illetve térségi tervezéssel foglalkozó vállalat ügyvezetőjét kérdeztük a kitüntetésről. Karsai Dániel azt mondja, a koronavírus miatti nehéz helyzetben is meg tudták állni a helyüket. Már várhatóan ebben a következő években is komoly nehézség vagy akár akadályokkal találkozhatok a vállalkozások. Úgyhogy én örülök, hogy a cégünk maga is ebben az nehéz időszakban is fejlődni tudott, és hogy sok vállalkozásnak tudtunk segíteni akár a fennmaradásban, akár a fejlődésében. A díjazottak kiválasztásakor több szempontot is figyelembe vesznek a szakemberek. Természetesen a vállalkozói díjaknál az eddigi eredményeket vettük figyelembe, akik többet tesznek a mindennapi munkájukon fölül, valamint a közért is hajlandók valamit áldozni és tenni. A Prima díjasoknál ott az eddigi munka természetesen is az ajánlások alapján lett, akik a megyéért nem csak országosan, tehát megyei szinten, hanem országos szinten is elismertek. Az elismerés több előnnyel is jár, tudtuk meg a VOSZ főtitkárától. Aki megyei Prima díjat nyer, akkor kap 1 millió forintos készpénzjutalmat, és ugye ennek a címnek a birtokosa lehet, és a következő évben pedig várományosan automatikusan a Prima Primissimának, tehát az országos Prima díj választásban is benne van, automatikusan jelölődik ilyen módon, és megválasztásra is kerülhet. Az ünnepségen a kitüntetések átadása mellett megemlékeztek Demián Sándorról, a VOSZ elhunyt alapítójáról, elnökéről is, valamint kulturális műsorral színesítették a programot a szervezők. Többek között légvár és ügyességi játékok várták a gyerekeket és szüleiket a Fokihegyi játszónapon. Az idén pályázati forrásból megvalósult program során délelőtt 10 és délután 6 óra között minden siófoki kisgyerek önfeledten játszhatott az ingyen biztosított eszközökkel. Önfeledt gyerek zsivaj töltötte be már délelőtt a Fokihegyi városrészt. A gyerekek szinte minden játékot kipróbáltak, hol egyedül, hol csapatban. Gyíkos, igen. Teli töltött labda, és az el kell rúgni, és mind a kettőnek kell választani egyet, hogy melyikre akarunk lenni, és azt kell berúgnunk. Az egyesület nem csak a játszónap megszervezését vállalta magára, az évek során számtalan egyéb közösségépítő tevékenységet is végzett és végez. Az egyesület az most már azért elég szertágazó tevékenységet képvisel, felvilágosító életmóddal kapcsolatos információkkal, egészséges életmódra neveléssel való előadásokat tartunk a város iskoláiban, de emellett a szemétszedéseket szervezzük, a parlagfűírtás, de a Fokihegyi játszónap, a Mikulás nap, de most tervezünk jövő év elejére egy nyuszivárást is.
A Fokihegyi Egyesület legközelebb a már szintén hagyományos Mikulásváró rendezvényével igyekszik mosolyt csalni a siófoki gyerekek arcára. Rejtett szépségek, jó borok, ezt akarták megmutatni Mecsek Nádasdon. Kinyitottak a település pincéi, ahol a gazdák legjobb nedűiket kínálták a vendégeknek. A borbarangolón összesen 13 borászatot kerestek fel, köztük például egy ismert idegsebész birtokát is, aki második szakmájának a szőlészetet, a borkészítést választotta Mecsek Nádasdi telephelyjel. Ez az út vezet a Mecsek Nádasdi Hudák borkertbe. A birtokot az idegsebész Hudák István is felesége alakította ki. Ide is ellátogathattak a vendégek a borbarangoló elnevezésű eseményen szombaton. A sebészeti munka nagyon nehéz, és kell kikapcsolás. És mindig is én úgy gondoltam arról, hogy az apám, ő neurológus volt, igazgató neurológiai, és valahogy imádta a szakmát, és mikor elment nyugdíjba, akkor egyszer csak nem volt mivel foglalkozni. És én döntöttem úgy, hogy legyen nekem valami foglalkozás, ami abszolút másik, mint a orvosi, az idegsebészeti szakma. Így jött a szőlőtermesztés, a borászkodás, a gyógyítás mellé. Szombaton Hudák doktor zongorajátékkal is szórakoztatta a vendégeit. Ez már a Mecsek Nádasdi pince sor. Itt is kinyitottak a gazdák, hogy megmutassák boraikat a vendégeknek. Erre a hétvégére egy 2021-es írsaival készültünk, egy kékfrankos Zweigelt rozéval, és egy 2018-as évjáratból Cabernet Sauvignonnal. Az írsai szekszárdi szőlőből, a másik kettő fajta, vagy tehát a másik kettő bor, az Mecsek Nádasdi területről származó szőlőből készült. Ez már egy másik helyszín, ahol a Borbarangolás Szervező Egyesület elnökével is találkoztunk. Hetényi János azt mondta, a vendégek elcsodálkoztak, hogy mennyi rejtett szépség van a településen a hatos út közelében. Nagy meglepetés volt nagyon sok ember számára, még olyanoknak is, akik itt a közelben laknak. Természetesen ez hozzájárul az is, hogy a gazdák nagyon készültek erre a mai napra. Mindenki a legszebb arcát, a legszebb borát vette elő, mert nagyon fontos Mecsek Nádasdnak, mint általában a turisztikát megcélzó településeknek, hogy jó véleménnyel távozzanak innen a vendégek. Összesen 13 pincét ismerhettek meg az érdeklődők. Mintegy 300-an érkeztek a Mecsek Nádasdi bor barangolásra, ami a Hetényi birtokon ért véget egy finom vacsorával, kellemes zenével. Az eseményről Közéleti magazinunkban bővebben beszámolunk csütörtökön. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Fontos a maszkviselés, a szakértők a járványügyi óvintézkedések betartására buzdítanak. Matthias Corvinus kollégium Szekszárdon, a cél a legtehetségesebb diákok iskolán kívüli képzése. Múzeumok őszi fesztiválja, színes program kínálattal várják a látogatókat. Városi kitüntető díjakat adtak át Tolnán, Müller Cecíliát is elismerték szülővárosában. Szerdán megvastagszik a felhőzet, délelőtt nem valószínű számottevő csapadék, de délután elszórtan időszakosan kisebb eső előfordulhat. Leginkább mérsékelt légmozgás lesz jellemző. Éjszaka is marad a borongós időjárás, itt továbbra is csak kevés helyet érintően, ott is csak kis mennyiségű eső eshet. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!